Sajnos a legtöbben nem értik azt, hogy hogyan működik a világ, és mi is az, ami mozgatja ezeket a dolgokat, amik történnek körülöttünk, jelenleg az egész világon. Mi is az az erő, amely a háttérben áll, és mi is az a szellemiség, ami vezéli azokat, akik uralják és irányítják a világot. Így nem érti az sem, hogy miért történik. A legújabb hoax a Finsbury Parknál, ami történt Londonban, egy kis teherautó állítólag belehajtott a tömegbe, melyet Darren Osborne vezetett, és egy ember meghalt, míg számos sérülést okozott, és ugye természetesen ezúttal nem muszlim volt az elkövető, hanem egy brit állampolgár, pontosabban Walesi, és azt kiáltotta, hogy muszlimokat akarok ölni. Az eseményeknek a célja a káosz, ugye arról számolnak be, hogy éjfél után 21 perccel érkezett a segélyhívás, és egy sérült, valamint 10 sérült és egy halálos áldozata van ennek a támadásnak. 8 ember sérült meg, és ugye Darren Osborne 47 éves Cardiffi lakos az, aki itt 48 az előző cikkben, 47, majd kiderül a későbbiekben pontosan nyilván. De a lényeg az, hogy míg a támadások egy részét muszlimok követik el, ezt egy brit állampolgár követte el. A társadalom megosztása a cél, és az, hogy káoszt teremtsenek, illetve ellenségeskedést az emberek között. Akinek ez nem nyilvánvaló, hogy mi az, ami folyik, annak sajnos nem volt elég az az információ, ami eljutott hozzá. A Finsbury Parknál található moszk mell előtt történt a támadás, és állítólag egy magányos elkövető az, aki azért tette ezt, hiszen vissza akart vágni a muszlimoknak, vagy teljesen mindegy tulajdonképpen, hogy miért. A belügyi miniszter azt mondta, hogy mint eddig mindig Ben Wallace, mint eddig mindig az elkövető ismert volt a rendészeti szervek előtt, illetve a titkosszolgálat előtt, ennek ellenére nem csináltak semmit. Ezzel egyértelműen az a céljuk, ami már most történik is, világszerte is, ugyanúgy, ahogyan az Egyesült Királyságban, hogy az emberek azért harcolnak, hogy a biztonsági intézkedések szigorúbbak legyenek, hiszen annak ellenére, hogy ismerte az elkövetőt a rendőrség, nem tudta megakadályozni. Így szigorú biztonsági intézkedésekre van szükség. Amellett, hogy megossza a társadalmat, minden egyes ilyen esemény további feszültségeket kelt a társadalomban. Ezúttal azok, akik már eddig is utálták a fehér, úgymond nacionalistákat, azok kaptak egy újabb adag muníciót, úgymond, még az előző támadásokkal azok, akik a muszlimokat utálták. Teljesen mindegy, hiszen az emberek alapjában véve nem értik, hogy hogyan működik a világ, és az eseményeket csak úgy veszik, ahogyan azt látják. Soha nem néznek a mögé, hogy mi is lehet a cél. Ki az, akinek haszna van az eseményből? Ezt kellene figyelni. Nem anyagi haszna, az anyagi dolgok már itt nem játszanak szerepet nagyon régen. Ki az, akinek haszna van egyes eseményekből? Néhány méterre a moszktól történt ez a Muslim Welfare House, azaz a muszlim közösségi ház előtt ez az esemény, ahol itt arról írnak, hogy 8 ember kórházba szállítottak, és 2-t kisebb sérülésekkel kezelnek. Ezek után természetesen extra rendőrök fognak járőrözni az utcán, ezt a Scotland Yard már bejelentette, de a legnagyobb nyertese ennek természetesen az elit, aki tovább tudja a feszültséget a társadalomban gerjeszteni. Ezúttal ingerelhetik a muszlimokat a fehérek ellen. Pontosabban a britek ellen, akik annyira már nem is fehérek, de igazából nem is ez a lényeg.
Ugyanez a helyzet a Grenfell torony esetében is, ami ugye azt hiszem múlt héten történt, amely szintén közfelháborodást váltott ki, és rengeteg embert az utcára késztetett. Ilyen vagy olyan módon az elit felhasználja ezeket az eseményeket. Én biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában ebben is benne volt a kezük. Nem mondom, hogy az egész egy hoax volt, az biztos, hogy felhasználják ezeket az eseményeket a saját hasznukra. Az, hogy valaki azt gondolja, hogy de akkor mi történik Theresa May-jel, vagy David Cameron-nal, teljesen mindegy, nekik teljesen mindegy, ők játsszák a szerepüket ebben a színjátékban. Azt hiszi valaki, hogy egy pillanatig is őket érdekli, hogy ők vajon miniszterelnökök, vagy ilyen nagykövetek, vagy olyan nagykövetek, akkor az téved. Ezeket az embereket nem érdekli. Övéké a hatalom mindig is az övék volt. Mit érdekli őket, hogy milyen szerepet játszanak? Nem a szerep a lényeg, az, hogy maga előre halad a tervük. Ez az egyes ember feláldozható, de nekik semmiféle káruk ebből nem származik, hogy ezek az események megtörténnek. Egyik jön, és a másik megy. Az ember nem számít ebben. Az a lényeg nekik, hogy az ő céljaikat szépen lassan elérik. Ezek az események megosztják a társadalmat, feszültséget keltenek a társadalomban, gyűlöletet keltenek az elit iránt és az uralkodó osztály iránt. És ez a fő céljuk. Ezek képek erről a tüntetésről többek között. Ez a torony miatti tüntetés, és a kép aláírás az, hogy Londonban felforrósodott a harag ezután a tűzeset után, szó szerint ez az üzenet lényege, de mindenki érti azt, hogy miről is van szó. Fel akarják az embereket ingerelni, és ez az, ami történik ezekkel a különböző eseményekkel, hoax vagy nem hoax, de a lényeg az, hogy az embereken úrrá lesz az érzelmük, és nem lesznek képesek gondolkodni. De legfontosabb az, hogy azt gondolják, hogy meg tudják változtatni a jelenlegi rendszer. A tény, hogy húzzák az időt, és nem jelenti be, hogy kik azok, akik eltűntek, mi történt velük, akkor az, hogy előjöttek azzal, hogy a felújítási munkálatok során problémák merültek fel, és spórolni akartak, bla bla bla, stb. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a társadalmat megossza, illetve az, hogy az emberekben feszültséget keltsen. Ez a lényege ennek az egésznek. Ez a BBC-től való ez az újságcikk, itt arról számol be, hogy növekszik a harag az emberekben. Felháborító a segítség hiánya az áldozatok felé. Mit nyilatkozott Lily Allen? Ez a másik dolog, aki ezt nem látta, olvasson utána annak. Lily Allen egy brit énekes, ő arról beszélt, hogy hibázott a felújító, azt hiszem, ha jól emlékszem, valami ilyesmi. Ezek az emberek mind szépen, okosan arra játszanak, amit az első mondatban itt ír, arra, hogy az emberekben a harag folyamatosan növekedjen, az a szint. Úgy tűnik, hogy jelentéktelen az ez a tűzeset, úgy tűnik az is, hogy a robbantás Manchesterben nem annyira fontos, hogy a hídon belehajtottak a tömegbe, hogy most belehajtottak a tömegbe, azonban ha összeadjuk őket, az összes dolgot, a Brexitet hozzáveszünk, arról, ami most volt a választás Nagy-Britanniában is, annak az eredményét, akkor látjuk azt, hogy hogyan játszanak az emberekkel, hogyan csavarják egyre feljebb és feljebb az emberek alatt a fűtést, úgymond. Hogyan ingerlik az embereket. London polgármestere arról beszél, hogy valószínűleg évek hanyagsága okozta ezt a tűzesetet. Ezzel is ilyen vagy olyan módon hibást keresnek, és akkor így az emberek a haragjukat tudják valakire irányítani, aki mindenképpen egy hivatalos személy. Manchesteri Hawks ugyanígy, ugyanez a helyzet. Csak további feszültséget gerjesztenek az emberekben. Meg kell érteni mindenkinek, ezek az emberek rengeteg energiát és rengeteg pénzt és nyersanyagot fektettek abba, és erőforrást, hogy kitanulmányozzák, hogy hogyan működik az ember. És mára
profi szinten képesek manipulálni. Akinek ez nem nyilvánvaló, csak kapcsolja be a tévét, olvasson újságot, nézzen meg egy filmet, vagy egy klippet, vagy bármit, ami az emberek rendelkezésére áll, és az emberek nagy számban fogyasztanak. Csak bármiféle információforrást. És rá fog jönni arra, hogy a programozás és a propaganda és a manipuláció tökélyre fejlesztették ezek az emberek. Ezek az események mind-mind ezt példázzák. 22 éves, május 22-én, 22 óra, stb. A kód ott van, mindenki láthatja azt, hogy miről is van szó. Az emberek azt választják, hogy nem akarják megérteni ezt az egészet. Tehát az igazság fáj. Valamelyik nap azt mondta valaki, hogy ez nem lehet, hogy ez egy hoax, hogy mennyien meghaltak. Ki tudja, hogy mennyien haltak meg? Ki az, aki látta, hogy mennyien haltak meg? Mindenki csak azt a néhány kockát látta a felvételben, ami a tévében volt. Senki nem beszélt egy áldozattal sem, senki nem látott egy holttestet sem, nem látta a robbantást. Jó, aki ott volt, látta. Ki az, aki ott volt? Én azt kérdezem, ki az, aki ott, ki az, aki beszélt azzal, aki ott volt? Mi csak azt látjuk, ami a tévében van, ami a tévében van, az újságban van, ez egy nagy film, egy hatalmas színház, ezt kellene megérteni az embereknek. Nem azért mondom, mert jól hangzik, hanem azért, mert így van. Az egész egy nagy színjáték. Minden csak azt az egy célt szolgálja, hogy a társadalmat megosztja, és megossza a társadalomban félelmet, haragot gerjesszen, és az embereket felizgassa és felingerelje. Ezáltal egyszerűbb őket irányítani, egyszerűbb elfogadni azokat a döntéseket, illetve azokat a következményeket, amikkel most vagyunk kénytelenek szembesülni ezen dolgok eredményeképp. Legfőképpen a szigorúbb biztonsági intézkedés. Nem csak az, hogy több rendőr van az utcán, több katona van az utcán, hanem több fegyveres rendőr, fegyveres katona, nagyobb ellenőrzés a határon, a repülőtéren, az állomásokon, mindenhol. És most még egyszerű, mert itt nálunk nem úgy van. Ez nem azt jelenti, hogy a világon nem megy ez a dolog, és az, hogy ide nem fog elérni soha. Valaki azt mondja, hogy ezt nem lehet megrendezni, ennyi embert nem. Mi az, hogy nem lehet megrendezni? Honnan tudná, azon kívül, aki a közvetlen közelében van ennek az egész hoaxnak, hogy az egy igazi bomba volt, vagy sem? Miért ne lehetne kitalálni két-három nevet, két-három embert megfizetni, hogy eljátsza a szerepet, mint ahogy számtalan más esetben megtették. Megtették a világkereskedelmi központtól elkezdve végestelen végig. Sandy Hook-tól folytatólag az összes amerikai, az összes Európa, Brüsszel, a párizsi terrortámadás, az összes. Ha megnézi az ember a felvételeket, ha kielemzi azt, főleg akkor, hogyha megnézi, hogy mi a következménye ezeknek a dolgoknak, akkor látja, hogy ezek egy irányba mutatnak. És annyira egyszerű számukra, hogy már nem is változtatják azt a módszert, ahogyan végrehajtják ezt az egészet. Csak hajtson bele egy autóval valaki, aztán megölik, és kész. Nincs tanú, nincs semmi, nincs kihallgatás. És utána azt mondják, hogy ez egy terrortámadás. Így vagy úgy, az embereket pedig felingelni. A tény, hogy az emberek még mindig részt vesznek a választásokon, az bizonyítja, hogy ennyi ember még mindig nem érti, hogy hogyan működik a világ. Nagy-Britanniában most a úgymond munkáspárt, a baloldal kapott erőre. Ugyanaz szó szerint, mint Amerikában, még azt is mondták, hogy Jeremy Corbyn szinte a kiköpött mása az amerikai bohócnak, aki Bernie Sanders, aki tulajdonképpen egy zsidó kommunista, ugyanúgy, ahogy Jeremy Corbyn. Semmi bajom az askenázi kazár zsidókkal, de a tény az tény. Nem arról van szó, hogy ő rossz ember azért, arról van szó, hogy ő az. És így játszanak az emberekkel. Ugyanazt a mintát eladják ott, eladják Görögországban, eladják Magyarországon, minden országban. A piros, a kék ellen, a Fidesz, az MSZP ellen, a zöld, a sárga ellen, teljesen mindegy. A lényeg az,
hogy káosz teremtsenek. Az egyik oldal megerősödik, a másik oldal meggyengül, közben a miniszterelnök hatalma meggyengül, és a tűzeset, és a Manchester, és mit csinál, és a Brexit tárgyalás, és így az országban káosz van, és az embereknek mindig van, mivel foglalkoznia. A probléma csak az, hogy ez a világ egyik legnagyobb gazdasága, és a legerősebb gazdasága, ami Nagy-Britannia. Azért csinálják ezt Amerikában, Nagy-Britanniában, Franciaországban, mert ezeknek lesz nagyobb következménye a világgazdaságban. Azért nem csinálják Mongóliában, vagy Szlovéniában, mert nem érdekelne senkit, és nem lenne semmilyen következménye a gazdaságra. Egy irányban mutat az összes esemény. Ez ezért érthetetlen, hogy nem látják az emberek, hogy mi történik. Egy irányban mutat az összes esemény. Abba az irányba, ami az összes videóban már elhangzott. Ezek az emberek együtt dolgoznak, egy koordinált műveletet hajtanak végre annak érdekében, hogy az egész világot egységesítsék, és egy kormány alatt működjön az egész világ. Az összes hoax erre való. A klímaváltozástól, a globális felmelegedés, a NASA, az űrkutatás, az összes terrorizmus, ISIS, minden, az oktatás, a politika, mindegyik ezt az egy célt szolgálja, hogy az embereket programozza. Aki megérti a háttérben vonuló célt, azt a célt, ami a valódi oka ennek az egésznek, onnantól kezdve értelmezni tudja az eseményeket. Addig azonban egy káosz lesz, és mindenki csak megy a saját fej után. Meg kell értenie mindenkinek, hogy mi a végcél, és annak tükrében lehet értelmezni a dolgokat. Arról számol be itt egyébként ebben a cikkben, hogy elvesztette a többséget a konzervatív párt, és ezzel a Brexit tárgyalások is megkérdőjeleződtek, illetve nem lehet tudni, hogy mi lesz a pontos sorsuk. Természetesen az Egyesült Királyság azt szeretné, hogyha jó kapcsolatot ápolnánk továbbra is az EU-val, és szoros lenne a kapcsolat, azonban az Európai Unió másfajta kapcsolatot képzel el, és azt szeretné, ha minél hamarabb kilépne az Egyesült Királyság, és semmiféle kedvezményeket nem hajlandók nekik adni. Nem lehet jó oldalt választani azért, mert nincsen jó oldal. Mind a két oldalt ők azok, akik irányítják. Probléma az, hogy nem csak hogy mind a két oldalt, hanem az alternatív forrásokat is ők koordinálják. Nagyon kevés az az eredeti gondolat, ami az emberek fejében felmerül, és ezt nem hajlandók elfogadni. Mindenki azt hiszi, hogy ő érti azt, hogy mi van, hogy ő tudja pontosan, hogy mi történik. Azonban ez nagyon-nagyon kevés emberre igaz. Remélem, hogy érthető az, amit mondani szeretnék. Én nem hibáztatok senkit, nem ítélek el senkit, nem utálok, nem gyűlölök senkit. Én azt szeretném, ha mindenki megértené legalább az alapokat, és onnantól kezdve egyszerű lenne mindenki számára látni azt, hogy mi is történik körülötte. Azonban nem tudom sajnálni azt a többséget, aki szánt szándékkal a tudatlanságot választja, és nem hajlandó kilépni abból a programból, amiben mindannyian voltunk valamikor. És inkább azt választja, hogy ebben leéli az életét, és reménykedik, hogy őt majd békén hagyják. Nem fognak békén hagyni senkit, nem hagynak békén már senkit. Ma még lehet, hogy egyszerű a helyzet Magyarországon, azonban nem lehet tudni, hogy mi az, amit kitalálnak. Az azonban biztos, hogy valamit ki fognak találni, ugyanúgy, ahogy mindenhol máshol. A Közép-Európai Egyetem biznisz már megmutatta ennek az egyik lehetséges változatát. Nem sokára választások lesznek, stb. Így vagy úgy, itt is ugyanaz lesz, mint a világ összes többi pontján. Az emberek térden fognak kúszni azért, hogy egy új világrend legyen. Az emberek többsége csúszni, mászni fog azért, és könyörögni az elitnek azért, hogy segítsen rajtuk. Az, akinek nincs hite, aki nem találta meg a teremtő útját, és nem hajlandó azon az úton járni, az mind azok közt lesz, akik csúszni, mászni fognak azért, hogy végre nyugalom legyen, béke, és legyen mit enni megint. Úgyhogy ha valaki még mindig nem akarja megérteni, hogy mi a kiút, akkor annak azok számára elmondom. Ez az egyetlen kiút.
Ezt nem lehet megakadályozni, ami jön, nem lehet semmit sem tenni ellene. Meg kell találni a teremtő útját, alázatosan, engedelmesen követni kell azt, és engedni, hogy ő megharcolja a harcot helyettünk. Azonban erre a legtöbb ember nem hajlandó. Úgyhogy a másik választási lehetőség pedig az, ami így vagy úgy hamarosan be fog következni, amikor is az egész világ térdre kényszerül. Amikor nem lesz mit enni, inni, amikor káosz lesz folyamatosan, nem lesz fűtés, nem lesz semmi. Mert e felé haladunk. Ez nem ijesztgetés, én egyáltalán nem félek. Aki érti ezt az egészet, az nem fél. Az fél, aki nem érti ezt az egészet. Én nem ijesztgetni akarom az embereket, csak azt, hogy ébredjenek fel, és lássák, és még eldöntsék, amíg még van rá lehetőség. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!